Sziasztok! Ebben a videóban egy halál egyszerű szerkezetet fogok mutatni. Tehát lényeg annyira egyszerű, hogy szerintem minden parancson végig is megyek. Na, a történet az, hogy a játékban nincsen olyan, hogy tárgymásolás. Tehát nem létezik olyan parancs, hogy én azt mondom, hogy ami itt van nálam, ezen a szloton, azt másolját oda. Igen, sőt még entitás se, tehát ezt a szegény bárányt se tudom leklónozni. És innen jött az iklet, hogy hát kényszerítsük a játékot arra, mert ugye a blokkot azt tudunk másolni. Hát tulajdonképpen ezzel is árultam a trükköt, hogy igen, egy blokkot fogunk másolni, amiben lévő tárgyakat is lemásoljuk, és akkor az ömt a tárgyat lemásolnánk. Tehát inkább mutatom működés közben. Na, tehát a bárány azt tudja, hogy ő itt áll. És az előtte ez a blokk így más színű, mert ide kell kidobni. Mondjuk a füvet. Dobok neki füvet, akkor a másik oldalon kidob dupla annyit. Így. Tehát ez nem csak az ID-t nézi, hanem tényleg lemásolja. Például itt van egy ülő, amit két arcnak neveztem el. Ezt most kidobom elé. És akkor kidob nekem kettő-két arcot. Tehát látszik. Tehát tényleg lemásolja. Ugye így command blokkal itt mutatja, hogy van benne valamilyen parancs, de ezt most tudom mutatni. Teleport, ez a szerkezetből van. Ezt teleportálja a báránytól a tárgyat. És akkor kettőt dob ki. Mondjuk megpakoljuk a ládát. Mondjuk ez gyakorlatilag ugyanaz. Most egy ilyen NBT-s ládát csináltam. És akkor kidobom. És akkor kettőt kapok. És tényleg megvan minden. Tehát tényleg lemásolja. Na, hogy a szerkezet hogyan is működik. Igen, nem filklokkot használtam, hanem ezt a fáklyás módszert. A filklok az túl gyors. Tehát elteleportálja a tárgyat, és aztán ugye a másodperc tört része alatt újra futtatná a parancsot, de már nincs ott tárgy, nincs mit elteleportálni, nem küldje le. Tehát a komparátor az tényleg ilyen a másodperc tört részére villan fel, és ez kevés a repeaternek, hogy tovább küldje a jelet, úgyhogy kénytem ott valami lassabbat használni. Ugye, ahogy mondtam, először elteleportálja, ki van jelölve a bárány előtti lévő koordináta, és elteleportálja ide, a hopper fölé. Aztán lemásolja a hoppert, ide mellé, kettővel mellé, erre a blokkra. Azután ezt a kettőt levegőt rak a helyére, kitörli, tehát destroy van ott, ami azt jelenti, hogy ha ezt lefuttatom, akkor így széttörik. És ami benne van, most azonnal felvettem, de látszik, hogy kiesik belőle, most nem raktam bele semmit. Tehát kiesik belőle, ami benne van. Úgy. Tehát lemásoltam, aztán mind a kettőt kiütöttem, mind a kettőből kiesett a tárgy. Ugye ugyanaz a tárgy van benne, lemásol mindent, hogy mutattam, MBT-t, nevet, tehát minden MBT-t, röviden. És utána a tárgyakat elteleportálja, itt egyszerűsítettem a legközelebbi két tárgyat, teleportálja a bárány hátsójához, és a végén még lerak egy hoppert, hogy ugye a következő másolásra föl legyen készülve a rendszer. És ennyi. Több tárgyat egyszerre, hát tud is, meg nem is. Tehát attól függ, hogyan esik ki. Most csinálok akkor 64 hoppert, és illetve 32-t, és ezt így kidobom. És nem kaptam vissza mindet. Mennyi maradt ott? 27. Tehát ahogy szétesik a tárgy, úgyhogy ez egy tárgya tutira biztosan működik, többen nem biztos. Azt se nagyon viseli a rendszer, ha így kidobálom neki folyamatosan. Nem tudom mennyit kaptam vissza, de még van nála egy 4 darab. Tehát érzékeny a drága, de egyébként ennyit tud. Tulajdonképpen arra van készítve, hogy tárgyat másoljam. Oké. Igen, a leírásban ott a link, le lehet tölteni, lehet vele ismerkedni, lehet vele barátkozni, el lehet hívni Randira. A kézikönyv, jó, sziasztok!